Üdvözlök mindenkit itt a Big Game, én Tamás vagyok, és itt vagyunk újra a Nightfall-on. Na srácok, ugye a Nightfall-on most ilyen nagy hype volt, történt egy vibe, ugye ez azt jelenti, hogy mindenkinek eltűnt a vagyona, teljesen megfrissült, megújult a szerver, elvileg új rendszerek, meg mit tudom én, és hát megnézzük. Ránézzünk, hogy milyen, kíváncsian várom, ugye rég volt már Nightfall, sokan kéritek is egyébként, úgyhogy lássuk. Jéééé, itt vagyunk! Tudjátok mi a nagyon durva? Hogy nem kell tokovajb, jéééé! Regisztráció, na nézzük! Karakter létrehozása. What the fuck am I doing here? Oké, hát akkor most gyorsan alkotunk valamit. Jó, azt hiszem elkészültünk, így fogunk kinézni, kezdjük el. Azt hiszem, hogy leélettünk. Másokkal együtt, nem tudom, hogy kell beszélni. Mi a... What the f... Oké, akkor azt hiszem most innen elhúzunk. Oké, azt hiszem... Jó, hát srácok, itt vagyunk igazából NF városába. F2 inventory, minden itt van, térkép, itt van szoká... Úristen. Hát igen, most vannak kiadó házak, vagy nem tudom. Meg kéne teszteni, hogy hallanak-e minket, úgyhogy valakit... Szép estét! Szép estét. Viszlát. Viszlát. Ja, valamit kezdeni kéne magunkkal, én a mondó vagyok. Azt mondják, hogy per cash. Jelenleg $0 van, szóval szart se tudunk csinálni. Hát szerintem kéne venni egy autót, hogy A pontból B pontba el tudjuk menni, amihez kéne egy minimális pénz, szóval... Gondolom én, elmegyünk a... Van itt egy ilyen, hogy okmányra oda, elmegyünk oda, megnézzük, hogy ott mit lehet csinálni. Azt szerintem, hogy másoknak hogy vannak már ilyen autói, geci? Ezek így megmaradtak nekik? Ha itt az okmányra nézzük, itt mit kell csinálni? Itt van egy nő, talán ennél kell amit csinálni? Személy. Hát, I guess... Bazd meg, nincs pénzünk személyre, genya. Hát itt fognak lecsukni minket, geci. Nagyon csórók vagyunk! Futás! Futás! Hát nem nagyon lehet semmit bérelni, szóval... És megint futkározni kell. Amúgy mi ez a sok fegyver a földön? Add már ide! Jesus! Én most elmegyek a bankhoz, megnézem, hogy van-e a bankban legalább pénz. Ha ott, tehát ott is $0 van, akkor nem tudom, mit csinálunk. Valamit biztos, majd kitaláljuk. Na nézzük. Azt látom, hogy amúgy a piacségunk az nagyon gyorsan fogy, szóval kurva gyorsan valahogy pár dollárt szereznünk kell, mert venni kell valami inni volt, mert meghalunk. Számla megtekintése, adatok betöltése, mert nézzük. Hoppá, igen. Tárca nulla. Van $500, ez az! Jó, felveszünk pénzt, felveszünk mondjuk 100, mondjuk 150 dollárt. A ő betűvel kell nullát írni. Oké, felvettem. Van nem 150. 150 USA dollár. Jézusom! Mi volt ez, uram? Bocs. Jó vagyok. Bocs, csak ezen a szaron nem volt fék. Előferdül. Micsoda? Előferdül. Itt egy autó, ezt be lehet indítani? Hát nem úgy néz ki. Be lehet indítani, geci.
Mi a... Ez az! Van egy autó, geci! Mi a fasz? Valaki itt hagyta, hogy ez mi? Na jó, van akkor. Elloptuk. Na ha, itt van a személytelep, elmegyünk oda, megnézzük, hogy mi van ott. De ennek az autónak nagyon örülök, gyerekek. Hát, mi a fasz? Basszus, vannak NPC-k amúgy. Ezek... What? Ezek NPC-k? Jó, jó napot, hölgyem! Jó napot! Jó napot! Na mi... Takarodjon már kifele! Úristen! Jézusom! Nyom meg az elgombot a kezdéshez. Én megnyomtam. Már kértél ki autót a munkára. Igen, melyik autót ez? Bozz meg én ja, mi? Biztos. Bozz meg ennek öt kerek. Ezzel a videóval elkezdjük az Autista vagyok újabb, én már második évadját. Oké, okay, és akkor itt a szemét, és akkor mit kell csinálni? Igen. Hát nem tudom, hogy most mi van, visszamegyünk a hákúra, mert konkrétan semmit nem tudtam csinálni a szeméttel. Tehát bárhogy altoztam, bárhogy betűt nyomogattam, mindent csináltam a szeméttel, semmit nem csinált. És most nem mutat új CP-ket, úgyhogy szerintem kezdjük előre. Na, hát itt vagyunk újra, kicsit később, így aludtam egyet, úgymond eltelt egy nap. Én nem gondoljak, hogy hát tegnap nem nagyon sikerült ez a kokás munka, meg nem tudom, annyira kicsit olyan fura volt. Szerintem megnézzünk valami más, csak akkor hát kéne szerezni egy autót szerintem. Nem látom a tulajt. Ti látjátok? Bassza meg. Zárva. Nem jó. Nem jó! Futás! Hát jó. Azt hiszem van egy autók. What the fuck? És azt hiszem, hogy lehet, hogy kimegyünk ide a francba amúgy. Van itt többféle cucc. Zöldség, gyümölcs, cukornád, paprika, ez ami farm cucc lehet, vagy nem tudom. Itt van egy ilyen, hogy teljes. Megnézzük, mi az. Érkezünk amúgy. Aha. Itt szerintem ez jó hely lesz akkor. Bármi is ez itt. Hát leparkolunk ide, nem hiszem, hogy itt lesz az autó, de... Ki tudja, hát ha. Itt ez a csávó, gondolom mennie kell akkor. Aha. Nyomd meg az e-gombot. Ja. Ja. Itt az autó. Gondolom ezzel kell enni. És mondja is, hogy hova kell menni. Hát nincs közel. Na mindegy, akkor utcu neki. Na meg is érkeztünk. What? Vannak itt jó sokan amúgy. Nézzük. Na, mit kell csinálni? De neked kell fejni?
Oké, nézzük. Kukás nem nagyon tudta, mit kell csinálni, remélem, amit rájövünk. Felvesz, Na, igen. Mondom, megfeljük. Ott van bizony. Lerak. Oda néz, feljük a tehenyes, és akkor let's go. Vidd a tejet a hordóhoz, azt írja. Megfejtük a tejet. Tehát ezt fel is kell, akkor vegyük, igaz? Igen. Felvesz. Mindenki csendben amúgy. Igen, itt a hordó. Igen. Tartályböntés. Fú, de büdös! Fú, de büdös! Mi lenni büdös put? Bene jó kárdé, de ne viccelni, mennyi orri! Próbáltunk RPG-zni kicsit. Ahogy látom, többiek is ezt csinálják, de többször visszajönnek és akkor fájnek. Ez addig kell gondolom, amíg ki nem írja, hogy mondjuk vigyük valahova. Kaptál egy tejet, aha. Ja, értem, kapjuk a tejeket. Na jó, hát akkor még csináljunk. Mi a fasz? Most már vissza kell menni. Most már lerakjuk. És akkor se vissza kell vinni a tejet, azt írja. Jó. Tehát 8 darabba van nálunk. Hát akkor menjünk. Uram, uram, uram! Nem tudja, hogy a kéztájjel mit kell csinálni, hova kell vigyem? Dehogyis nem. Meg tudja a mondani? A piacra kell leadni, mint kezelt tej. Ó, és ez hol van? Hát ha betetszik ülni egy autóba, akkor ott a térképen látja, itt a pont mellettünk végig itt középen a térképen a benzinkút balra. Ó. Oké, köszönöm, akkor ott le kell adni? Igen, igen. Rendben, köszönöm. Viszont. Jó, tehát akkor piac. Aha, itt van piac. Jó, akkor elmegyünk oda. Ha nézzük, érkezünk a piacra. Igen. Mondom, neki kell akkor eladni. Hát jó. Ó, itt van minden találni. Cukor, fűszer, olaj, liszt, szűrt víz, gyümölcskosá, zöld. Aha! Tehát mindent itt kell eladni, minden munkából. Kezeltáj. És ezt mennyi pénzt kapunk? Ezért 50 dollár volt nálam, azt tudom, megigyeztem, úgyhogy most eladjuk mindet. És akkor... Jesus! Aztán eladtunk mindent. Kezelt, rozsdamentes acél, lemez. Csak mindent el lehet itt adni. Érdekes. Per cash. Ó, jó! Sok pénzt kerestünk. Jó van. Első dolgunk, veszünk kaját, piát. Jó, veszünk egy, hát nem tudom, Pepsit. Ebből sokat 20, 40, 50, 60. Meg egy ilyet is. 80, és akkor mondjuk még egyet. Elköltöttem a 100 dollárt kb. Jó, a srácok, szerintem egyelőre így ennyi. Tehát pár dolgot, nem néztük meg sok mindent. Tehát még elég sok mindent fel kell felezni. Hogy mivelre hány méter, tehát nagyon, tehát konkrétan teljesen megváltozott a szerver amúgy. Ez is most egy villogakép, nem tudom mi ez. Gyanítom egyébként, hogy megsérültünk.
És hát most kicsit félek amúgy, hogy mindjárt meghalunk, vagy én nem tudom, de lényeg, hogy szerintem már ennyi ez a kis rész. Szerintem lesznek live-ok is amúgy NF-ről, elkezdünk live-ozni, elkezdünk komolyabban hát játszani a Szerón. Meglátjuk, mit tudunk kihozni belőle. Én szeretnék elérni valami kis, én nem tudom mit, de valami kis hepajt, izgalmat, akciót esetleg. Rablásra gondolok itt például, de akár beállhatunk rendőrnek is, szóval nyugodtan írjátok meg egyébként kommentbe, hogy ti mit látnátok szívesen, és akkor az alapján fogok cselekedni. Mondom, én adom egyébként, nehéz, tehát ugyanúgy nehéz maradt. Régen is nehéz volt ez a szerver, főleg elkezdeni ugye. Hát most még nehezebb, mert amúgy semmi ugye leírás nincs meg ilyenek, hogy mit, hogyan kell csinálni, mindenre rá kell jönni. Illetve hát meg tudod kérdezni a társakat, többieket nyilván, de sokszor ők se tudják amúgy. Úgyhogy, ja, nem könnyű, de amúgy... Na szóval nem könnyű amúgy ez az NF így. Lényeg a lényeg, hogy köszönjük, hogy megnéztétek, ha tetszett, iratkozzatok fel, dobjátok a lájkot, és akkor csapatjuk tovább a dolgokat, tényleg egy csomó mindent kell még csinálni majd, úgyhogy szevasztok!